Szekszárd a fideszes mutyik fővárosa, Horváth István pedig a koronázatlan királya. A jelek szerint a helyi fideszes képviselők tisztelet a kivételnek, követik őt mindenben, és természetesen ezzel személyesen is osztoznak a politikai, és ha megállapításra kerül, akkor a büntetőjogi felelősségben is. Újabb ügy látott ma napvilágot, amely világossá teszi mindenki számára, hogy mi folyik Szekszárdon a fideszes városvezetés regnálása alatt. A hvg.hu által megírt ügyben a polgármester ismét csak a barátok, üzlettársak helyzetbe hozásán fáradozott, és ezt a gyanú szerint akár a város vagyonának kárára is végigvitte. Az úgynevezett óvadékügyben az a legnagyobb kérdés, hogy mi szüksége Szekszárd városának egy pécsi üres telekre, annak szélén egy autómosóra, amelyért még plusz 9 millió forintot is fizetett. Hogyan lehetett egy 2009-es értékbecslés alapján 2013-ban közgyűlési döntéssel elfogadni az ingatlan értékét, amit teszem hozzá, a képviselők maguk soha nem láttak, nem képezte az előterjesztés részét, csak hivatkozott rá az előterjesztés, és mindezek alapján hogyan mondhatott le a város egy politikai döntéssel, annak fideszes többsége egy politikai döntéssel a további pénzügyi biztosítékokról. Ezzel ugyanis, amennyiben a telek ma mégsem értékesíthető az egyébként bemondásra elfogadott áron, tevőlegesen is anyagi kárt okoztak a szekszárdi önkormányzat vagyonában, hogy a cikk is írja, az ingatlan vagyon mellett ebben az ügyben mintegy 40 millió forintos váltó, és egyébként a vállalkozó személyes teljes vagyonának készülhető kezessége is biztosítékként ott állt. Ezekről a biztosítékokról a szekszárdi polgármester előterjesztésére a fideszes többség egy zárt ülésen, rendkívüli ülésen politikai döntéssel lemondott. Ezért ebben az ügyben az MSZP ma hűtlen kezelés gyanújával büntető feljelentést tesz. Bármi is lesz ennek az ügynek a büntetőjogi megítélése, azt ékesen bizonyítja, hogy Horváth István és a Fidesz képviselői, akik ezt megszavazták, visszaéltek a választók bizalmával és méltatlanok a szekszárdi emberek képviseletére. A Trafikmutyi Szövetsége ebben az ügyben is működött, és tovább erősíti annak a képnek a bizonyítékát, amit a szekszárdiak már csak úgy mondanak egyszerűen, hogy horvát ország. Az MSZP május 24-ére, jövő péntekre, 17 órára, ezért a PM helyi képviselőivel egyeztetve közösen tüntetést szervez Szekszárdra, a Garai térre. Azt követeljük továbbra is, a város fideszes többsége oszlassa fel a közgyűlést, és ezzel tegye lehetővé ennek a visszafordíthatatlan bizalmi válságnak a megoldását. A megoldás pedig csak is egy új választás, új tisztességes városvezetés és polgármester, és természetesen egy új egyéni országgyűlési képviselő lehet. Ez minden szekszárdi és választókerületben lakó polgárnak az érdeke. Erkölcsi szempontból azonban, amire miniszterelnök úr is gyakran hivatkozik, valóban az ország minden tisztességes jobboldali érzelmi választójának még súlyosabban érdeke, mint bárki másnak.